Nagy a felfordulás a Szent István Király Múzeum rendház épületében. Jó estét kívánok! Indulhat ugyanis a felújítás. A kormány döntésének köszönhetően mintegy 5,5 milliárd forintból újul meg a múzeum. Jelenleg így fest a munkaterület, éppen a múzeum kiköltöztetése zajlik, néhány héten belül pedig már elkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok is. A megújult intézmény a jövőben korszerű, 21. századi technikai körülmények és közönségforgalmi képességek között állít emléket a Székesfehérvár történelmében meghatározó időszaknak, valamint az Árpádház dinasztiának. El kell mondanom, hogy a múzeumi kollégák részéről egy nagyfokú türelmet és megértést kérünk, hiszen a munkakörülményeik is nagyban változni fognak ebben a másfél-két évben, hiszen akik ebben a rendház épületében dolgoztak, ők most ideiglenes munkakörülmények között kell, hogy végezzék a munkájukat. Ellenben, hogyha elkészül ez a beruházás, ugye, akkor 21. századi, ahogy többen is fogalmaztak, tehát megfelelő körülmények közé kerülhet vissza mind a munkavégzés, mind pedig kiáltó tereink olyan állapotok lesznek, ahova gyakorlatilag bármilyen kiállítást be tudunk majd fogadni. Ugyanakkor arról sem szabad megfeledkezni, hogy eddig a rendházban tárolt leletanyaggyűjtemény most ugye egy újonnan vásárolt raktárcsarnokba kerül áthelyezésre, mely majd az évek során folyamatos fejlesztések alatt egyre bővülni fog, egyre jobb színvonalat fog képviselni, és akkor megfelelő körülmények között tudjuk tartani azokat az anyagokat, amik itt a folyosókon vagy padlástérben voltak eddig elhelyezve. Korszerű kiáltótereink lesznek, ahova gyakorlatilag bárhonnan kölcsönözhetünk, nyilván ami elfér a falak között műtárgyakat. Ugye az épület elkészültével egy nagyszabású Árpádház kiállítás nyílna meg az épületbe a tervek szerint, ami ugye időszaki kiállítás lesz, és ezután a kollégáknak, illetve a múzeumnak kell ugye majd gondoskodni, hogy továbbra se üresen álljon az épület, ezért mi már ebben az átmeneti időszakban el kell, hogy kezdjük az előkészületeit egy hiánypótló várostörténeti kiállításnak, mely majd azután költözhet be a felújított épületbe. A beruházás 2 év alatt készülhet el a kormány támogatásának köszönhetően. A projektre biztosított összeg a kivitelezést, a műszaki ellenőrzést, illetve a kiállítás üzemeltetéséhez kapcsolódó költségeket tartalmazza. 2013-ban a kihelyezett kormányülésen kezdtünk el közösen gondolkodni arról, hogy Szent István és az őt követő Árpádházi királyok művét itt Székesfehérváron méltó módon megörökítsük. Ez lett az Árpádház program, amelynek egyik kiemelkedő komoly pillére egy az Árpádok művét, királyok és szentek című kiállítás, amely az Árpádok művét mutatja be. És a kormány 2017-es döntése alapján ez a kiállítás itt Székesfehérváron kell, hogy megvalósuljon. Azt gondolom, hogy természetes mindannyiunk számára, hogy ha Székesfehérvár, akkor a Székesfehérvári Szent István Királyi Múzeumban kell befogadnunk ezt a Nemzeti Múzeum által megvalósítandó kiállítást. De hát ez az épület egyrészt nem múzeumi kiállító helynek épült, másrészt igen, régi épület, hiszen ez az 1700-es években épült jezsuita, majd pálos, majd ciszter rendház volt, rendháznak épült akkoriban. És aztán 1950 után hányatott sorsa végül az 1970-es évek végén ért véget, amikor is megszűnt, mint fiú kollégium. És az én személyes életemben ez azért egy nagyon érdekes állapot, amit itt, hogyha körülnézünk, látunk, egy költözés kellős közepén vagyunk, mert ezt ellenkező előjellel akkor átéltem a gimnázium és az egyetemi tanulmányok megkezdése között. Én 10 hónapot dolgoztam Ficienő és Petes Évanéni által vezetett múzeumban a fiatal, később igazgató Demeter Zsófival és Lakat Erikával, és akkor született a döntés, hogy a rendház a múzeumi lesz, és egy múzeumi kiállítóhelyként működik majd. És akkor kezdtük itt bejárogatni a tereket, nézegetni. Természetesen a szakmai döntést ők hozták.
tehát akkor kezdődött a beköltözés, és most kiköltözik a múzeum, de csak azért, hogy megújulhasson. A héten a kormány meghozta a végső döntést, miniszterelnök úr a kormányhatározatot aláírta, majd megjelent a közlönyben, és így életbe lépett az a szerződés, amit a város egy feltétes közbeszerzési kérés után megkötött. Az utolsó pillanatig volt izgalom ebben, mert január 31-e volt a határidő, és 30-án jelent meg a közlönyben a döntés, de a döntés megvan, a munka elkezdődik, és reményünk van arra, minden reményünk megvan arra, hogy 2022-ig ne csak a múzeum épülete újuljon meg, és egészüljön ki egy fogadó térrel, egy látogatókat fogadó térrel, hiszen rendháznak épült épületként így önmagában nem igazán alkalmas, de most a megújulás és az átalakítás után egy olyan 21. századi követelményeket kielégítő kiállítási tér, kiállító tér terek jönnek létre, mert nem csak az Árpádok művét bemutató kiállítást, hanem azt hiszem vidéken talán egyedülként, mind biztonságtechnikai szempontból, mind pedig a klimatikus követelményeknek megfelelően egy tényleg nagyon modern és nagyon magas szintű kiállítótér jön majd létre. Azt hiszem minden székesfehérvári örül, és bízunk benne, hogy türelemmel viselik majd az építkezéssel járó nehézségeket. Én köszönöm a tervezőknek, mert fantasztikus munkát végeztek, köszönöm a múzeum dolgozóinak, hogy ők is valahogyan túlélik ezt a költözést, és látják már, hogy van értelme, hiszen egy új múzeumba térhetnek majd vissza, és köszönöm szépen, hogy fehérváriak fogják a Fehérvári Múzeumot felépíteni az elkövetkezendő egy másfél évben. Ez összességében mintegy 5,3 milliárd forint. A város is vállalt mintegy 189 millió forintos részt ebből, és a kormányhatározat pontosan ütemezve meghatározza, hogy mikor az idei költségvetésből körülbelül az összeg felét, és a jövő évi költségvetésben az összeg második felét biztosítja a kormány. Nem csak a kiállítóterek újulnak meg, kialakítanak egy a látogatókat fogadó reprezentatív bejáratot, előcsarnokot és kiszolgáló területet is. A régi múzeum épületének védett történelmi együttese az teljes egészében megmarad. Azok értékeinek kiemelésével felújítás kap egy korszerűsítést, mind azon installációs technológiákat kapja meg, amitől a múzeum működőképessége biztosítható, a légállapotok kialakítása megtörténhet, és fogadókészé tesszük, hogy különleges műtárgyak is érkezhessenek a múzeumba. Az új beépítés, a többlet, ami hozzájön a rendszerhez, az elsődlegesen a komfort elemeknek a tárháza, egy fogadó nagy csarnoktér, egy léptékelyes recepció, ruhatár, vizes blokkok és egyéb olyan szolgáltató elemek kialakítása történik meg, amitől ez 21. századi működtetése biztosítható az épületnek. Nagyon fontos elem ebben a sorban, hogy a kiállítóterek, illetőleg a fogadó csarnoktér és járulékos szolgáltató elemei teljes körű akadálymentesítést kapnak. Az akadályoztatottak teljes széles skáláját érintve. Nagyon fontos, hogy olyan korszerű technológiákkal is kiegészül az épület, ami mai nap mindenki által használt mobiltelefon alapú applikáció segítségével, tárlatvezető rendszer viheti végig az ide látogatót, ami manapság mindenki által használt eszközállománnyal biztosítható. Megmarad minden olyan épületszerkezet, minden olyan felület, minden olyan díszítőelem, ami a védett kategóriába helyezhető. Magyarul az épület eredeti része, eredeti épületszerkezeti része. Itt a változást azok a felületek, azok a burkolatok, azok a gépészeti elemek jelentik, amelyek a későbbi korok által beépített, ma kevéssé használható vagy korszerűtlen rendszerek,
mindezek teljes egészében cserére szorulnak, és megújulást kapnak. Székesfehérvár polgármestere szerint a beruházás egy nagyszerű lehetőség, hiszen a város és a régió kulturális életének fontos központja a múzeum. Régóta várt, de sokáig nem remélt felújítás kezdődhet el. Gyakorlatilag teljesen meg fog újulni a múzeum tere, úgy, hogy közben az épített örökség csodája az megmarad, és egy gyönyörű, újra kibontott ünnepélyes külsőbe fog költözni. Azt hiszem, hogy egy nagyszerű lehetőség ez a város kulturális életének, és miután a vidék egyik legjelentősebb múzeumáról beszélünk, azt gondolom, hogy a vidéki kulturális életnek is és a régiónak is, hiszen egy csodálatos új kulturális tér jön így létre, melyik ráadásul alkalmas gyakorlatilag bármilyen gyűjtemény befogadására, hiszen maga az épület megjelenésében és technológiai tudásában is mindent tudni fog, ami ezeknek a gyűjteményeknek a befogadására és bemutatására ha elengedhetetlenül ma már szükséges, és háttérként meg kell, hogy teremtsük. Emellett a raktározás kérdésének jelentős részét is megoldja, beleértve a gyűjteményt és beleértve a koronázó bazilikának a kőállományát is. Egy nagyon komoly többévnyi előkészítő munka eredménye, és itt most nem arról beszélünk, hogy akkor a jövőben mikor mi fog történni, hanem gyakorlatilag az jelen, hiszen kis túlzással már munkaterületen vagyunk, a kiköltözés a múzeumnak elkezdődött, és pár hét múlva pedig már a kivitelezési munka fogja kezdetét venni, ez nagyjából 2 évig fog tartani, utána lesz egy próbaüzem, és 2022-ben egy nemzetközileg is jegyzett Árpádház kiállítás kerülhet megrendezésre itt ebben a múzeumban Székesfehérváron. Jóval több mint 5 milliárd forintos nagyságrendű beruházásról van szó, ami nyilván jelentős, és nyilván jól mutatja, hogy ezt a város saját erejéből nem tudta volna megteremteni, ezért köszönöm a kormánynak és Varga Tamásnak külön, hogy ezt a támogatást biztosította a városnak, a város múzeumának, és egyúttal pedig a régiónak. Egy nem egészen 200 millió forintos forrást az önkormányzat biztosít, ezért, erre is azért volt szükség, hogy mi hamarabb megkezdődhessen a beruházás, és el tudtuk érni, hogy egy körülbelül fél évet lehetett mondjuk úgy, hogy gyorsítani a beruházáson, és nem fél év múlva, hanem most el tud kezdeni ez a nagyon jelentős kivitelezési munka, amit a közbeszerzési eljárás keretében egy fehérvári cégcsoport nyert, nyilván ennek is nagyon örülünk, jó munkát kívánunk a múzeumnak, és a környéken élőknek a megértését és a türelmét, de bízom benne, hogy 2 év múlva mindenkit kárpótól fölni fog maga a végeredmény. A cél, hogy egy átfogó műemléki felújítás és komfortos fogadóteres múzeumi bővítés valósulhasson meg, hogy aztán az Aranybulla kiadásának 800. évfordulóján méltó módon adhasson helyet a múzeum a Királyok és Szentek, az Árpádok kora című nagy kiállításnak, a következő fontos történelmi jubileumra 2038-ra készülődés jegyében. 2022 év elejére tehát egy teljesen megújult múzeum várja majd az ideérkezőket. Köszönöm, hogy velünk tartottak a viszontlátásra!